A Zeneakadémia nagytermében megtartott díjkiosztó ünnepséggel véget ért a Rádió Beethoven zongora versenye. Ez a verseny ismét alkalmat adott néhány nagyszerű tehetségnek a nyilvánosság előtti bemutatkozásra. A verseny díjait, mint azt az újságokból is olvashatták nézőink, Kocsis Zoltán, Varga Csilla és Jandó Jenő nyerték. A legfeltűnőbb kiugró sikert Kocsis Zoltán aratta, az első helyezett, akit most itt stúdiónkban is üdvözölhetünk egy rövid beszélgetésre. Ő azt hiszem nem csak zongora versenyt nyert, hanem a zongora verseny megnyerése óta már egy nyilatkozási versenyt is, hiszen annyira az érdeklődés a nyilvánosság középpontjába került, de talán nézőinknek néhány új vonással gazdagíthatjuk ennek a fiatal művésznek a portréját, és azt hiszem az volna a legérdekesebb, ha arról szólna néhány szót, hogy a gazdag repertoárja, a bámulatosan gazdag repertoárja hogyan alakult ki az elmúlt években, hiszen alig néhány éves tanulás után jutott el ehhez az ismerethez. Azt hiszem, hogy ezt a repertoáromat úgy sikerült összegyűjtenem, hogy nagyon szeretem a zenét, és ezen belül soha nem szerettem hosszabb ideig egy-egy szerzőt, illetve mindegyiket nagyon szerettem. Rövidebb ideig rávetettem magam egy szerzőre, és csak annak a darabjait gyakoroltam, de hosszabb időn át, úgy hosszabb idő alatt 2-3 évet értek, soha nem rekedtem meg egy szerzőnél, hanem mindig tovább mentem. És ez életkoronként változott. Hát most éppen Bartók van műsoron. A szakemberek és a zenehallgatók is mindannyian nagy meglepetéssel hallgatták zongorázásában azt a virtuóz felkészültséget, amely korát meghazudtoló mesterségbeli tudás jelent egy zongoristánál. Ezt kemény, technikai mesterségbeli munkával sikerült megszereznie, vagy pedig viszonylag könnyebben ment? Soha nem törekedtem arra, hogy csak technikát szerezzek. Mindig a zenén keresztül próbáltam a technikámat is megszerezni, illetve mindig a zenéből indultam ki. Az értelemből és az érzelemből. Tehát ez ezt jelentette körülbelül, hogy ha értelmesen akarok egy művet játszani, akkor a hangoknak a helyén kell lenni. És hát ez technika nélkül nincsen meg. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy külön technikai tanulmányokkal viszonylag keveset foglalkozik, és a technikát a mesterművek révén szerzi meg? Igen, talán semmit nem foglalkozok külön technikával. Régebben foglalkoztam, de nagyon keveset. A művek megtanulásában van-e valami kialakult módszere? Nincs kialakult módszerem. Általában játszogatni szoktam. Most hallgassák meg mai adásunk befejezéseként Beethoven G-dur zongora versenyének egy részletét Kocsis Zoltán előadásában. A Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarát Lukács Ervin vezényli. Zene.